Köszöntöm nézőket, Nagy Györgyenővel, a Birka Főzők Egyesülete vezetőjével beszélgetünk. Az elmúlt héten ott hagytuk abba, hogy azért csütörtökön már kicsit kezdenek izgulni. Csütörtökön beszélgetünk, már kora este van. Hogy állnak a felkészüléssel? Csütörtökön még nem izgultunk annyira, mint hétfőn meg kedden, hiszen elég soká kezdtük el a vágást, de igazából megérkeztek szerdán a birkák korán reggel, 10 óra után megkapta az engedélyt a vágópont, és gyakorlatilag tegnap 10 óra óta folyamatosan megy a birkák vágása. És hát gondolom a csapat is kezd összeállni, úgy tudom, hogy többen vannak, mint ahányan a múlt héten beszéltük, tehát vannak, akik újabbak csatlakoztak Önökhöz. Igen, a kezdeményezésünk meghallgatása talált, hiszen többen szerettek volna jönni, megadtuk nekik a lehetőséget, lesznek így, akik kevesebb kaszolja főznek, és így mások is részt tudnak venni ezen az eseményen. Lehet már tudni, hogy hány birkát visznek el Karcagról? Karcagon 70 birkát vágtak le, nem is Karcagon, ugye egy Berekfürdőn, a másik 50-et pedig Apajpusztán vágták le az ottani vágóhídon. És mikor kezdenek hozzá, hiszen azt beszéltek az elmúlt héten, hogy hajnalban indulnak, és akkor utána ott aztán indul minden a szimacsarnokban. Igen, 4 órakor indul a buszunk Karcagról, úgy tervezzük, hogy 7 óra fél 8 felérünk a csarnokba, kipakolunk szépen a helyünkre, egy sátorlat lesz ugye a főzőknek a helye, oda szépen kipakolunk, berendezkedünk, megbeszéljük a teendőket, és gyakorlatilag 9 óra fél 10 magaságába kezdünk főzni majd. Itt azt mondta nekünk legutóbb, hogy az a jó, hogy itt a Berekfürdőben vágják a birkákat, mert tudják, hogy minden bele fog kerülni, tehát itt az előbb nézte, hogy vitték ki fel a kocsiban, hogy azért van különbség birkák között kilogramban is, tehát azt hiszem, hogy azért nem lesz egyszerű ez a feladat. A feladat innestől kezdve most már egyszerűen megvannak a kilók, így mindenki tudja kiló alapján is, meg ránézésre is, hogy mennyi fűszert, meg hogy kellene megfőzni. 120 birkából nagyon nehéz mindet igazából nagy birkát találni, lesznek ebbe kisebbek, nagyobbak, de ezen már túlléptünk, ezt főzzük meg, ebből csinálunk jó karcagi birka pörköltet. És hát reméljük az idő is kegyes lesz, akkor minden adott ahhoz, hogy hajnalban el tudjanak indulni. Hát sok sikert kívánunk, és sok-sok éhes száját, akik megkóstolhatják ezt a 7500 adag birka pörköltet. Köszönjük, és remélem, hogy így is lesz.